Oh my God, no way. Zseniális, nagy Bartos, nagy hulladék megsemmisíti újra, cselentkezek úgy bizony, de meg tudom. Sziasztok fiúk, lányok! Köszöntünk titeket egy újabb gameplay erejében, egy újabb gameplayben. Itt van velem Dutty Mader és Konci Pappa. Sziasztok gyerekek! Hello! Bonjour! Aztán... Akkor hajrá! Hát így van. Amikor sokat bányáztam, és akkor most már égetni is kéne valami. Ja, akkor most lesz az üvegezés igazán. Ja, de kiégettem a Viktornál az üveget, ja. Jaj, gyere, itt van valami 4x60 így, hogy mennyi. Akkor addig kiégettem a vasat meg az aranyat. Viktor, addig majd gyorsító sineket kellene. Hát ha abba segítenétek, azt megköszönném. Na persze. Meg ugye értelemszerűen akkor fákjákat is. Öröskő fákját. Jó, halad Ákén 4x64. Na az jó, hát nálam is azért van. Üveg. Nem kérdezze az aranyat. Ákén, volt az égető. 51 darab aranyrúd. Jól, az jó. Én csak kb. 6-ot vagy 7-et tudok hozni. Meg én innen iszom, az is. Jó, halad Ákén, elkezdem kiüvegezni, jó? Várj, akkor meg még jó, van. Jó, de nem tudjuk, hogy mekkora alapterület kell. Hát meg még van 3x64 izé, a vasrúd meg 14. Haszom. Ez már mennyiség gyerek. Van flekkendekken. Itt van. Csak 59 vörös követ hoztam lentről. Jó, aki akkor nálam, jó, akkor magamnál én elkezdem. Ja, terész, de jó, de tudod, hogy... Ja, de faszom. Bele kell ilyen, inkább az lenne a legjobb, ha azt csinálnád, hogy izé, hogy lebontanád a homokos részt. Homokos. Tehát igazából az lenne a legjobb, ha ott azt kibontanád, ahol a vasútállomás lesz. Mert hát... az lenne a legjobb. Na közben bepakolom a vasat, aztán jövök. Majd jövök. De arra gondolok, hogy ugye... Hall, meg kéne mutatod, mert ez most nem jó. Jó, de négy izé fog egybe futni, ugye? Jó, van már, bassz meg! Hát ez az, ugyanezt akartam mondani, elég lesz. Nem tudom elmondani, amit akarok. Túl sok az okámás. Na szóval, hogy hogy úgy kell megcsinálni, hogy ki kell kaparni egy bizonyos területnyit, ahol az állomás lesz, ugye. Egy alapterületnyit is. Ugye itt van, talán, vagy nem itt van, azt hiszem itt van, ahol összefut. Szóval igazából az első feladat az, hogy ki kell kaparni ezt az egész dombot itt, ami van. De hogy érted, hogy ezek mondjuk, mettől, azt kell kiszámolnom, hogy mettől meddig. Hát, ja, az csak te építed, azért nem tudom, hogy azért. Ja, hát mostan nem tudom, mostan mit tudom én, mekkora szokott lenni. Nagyon régen csináltam már állomást. De hát mondjuk egy ilyen, azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, akkor legyen minden irányba 5. És akkor a hatodikat meg megkaparni. 1, 2, 4, 5. Tehát úgyhogy 1, 2, 3, 4, 5, és ezt kapom innentől, tehát innentől. És akkor az kifele a tengerpart fele, és megint ott elszámolok 5-ig, de ott már, hát... Ad-e! 5 és a 6-odikat. És akkor én befele kezdek el kaparni, és össze fogunk érni. Jó, fasz. Csak nekem kéne lapát. Hát 5-öt kapar befele. Tehát én 5x5-öseket kéne kivenni. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát ezt is még ki kell. Gyerekek, add ma. Majdnem, akkor majdnem az egész kert. Befelé, igaz? Már lehet, hogy elszámoltam. Hogyan számoltam? 1, 2, 3, 4, 5 és a... Tehát akkor miért a hatodikat kaparom? 2, 3, 4, 5. Mert jó az ott. 1, 2, 3, 4, 5 és a hatodikat kell kikaparni, hogy 5x5-ös blokkok legyenek. Jó az úgy. Ámberek az is jól kezdtem el, akkor itt kaparjad ezt, amit elkezdtem. Hát srácok, azért ez így már jó, nem? Hogy van egy... Arra ne! Van egy biztos
úgymond megélhetési forrás. Az a baj, aki nem értem, hogy mit akart. Hát most itt egy 5x5-ös alapterületet kell kikaparni, és ezt meg kell csinálni még kétszer. Jó, most állunk. És azért mondtam, hogy ez nagy munka. Akkor még erre, igaz? De ezt is ki kell szedni, ami itt van. Azért mondtam, hogy igazából ez a nagy munka. Ah, basszus, megsülök már. Rossz fel volt ez a csoki. Ó, hallod, hogy izé répát tartok a kezembe, akkor követel nyugszi. Ja, mikor kezdtük? Mi? Mikor kezdtük? Hát egy olyan 55-kor. Körülbelül. Megint el van az invim, a jó Isten verje már meg ezt az egész cuccot. Na mit rakjok be? Ezt. Még egyel kijebb. Várjál, bemondálom. Jó. Ezt is ki kell szedni még. Ja. Ezt is ki kell tenni. Aztán igazából hát ki lesz rakva üveggel, azt igazából ennyi a sztori. De azt gondolod csak a Lexi-ra, nem? Hát nem tudom, tetején egész biztosan. Úgy basszus, kéne nekem is egy lapát. Nincs ad nekem, és már ezért. Mindjárt csinálok kettőt akkor. Jó. Akkor vasból. Ja. Mit tudtam, hogy mit csinálsz? Éppen égetem a fölösleges cuccaimat. Van belőle elég, tehát ilyen félig használt vascsákány. Józabb András. Igazából András, izé jó mondtad, mert én is elszámoltam, hogy ez igazából nem 5x5-esen 6x6-os. Csak kicsit elszámoltam. Jó, szélyestetek rajta egyet. Jó, ez így. Hát igazából 5x5-esnek mondtam, de valójában 6x6-os. Ja, azért mondtam, hogy 5-5 kiszámolt, és a 6-odikat elkezdett kívülni. Ja, igen, hát elszámoltam, ja. Jó, a srácok, mert nem kéne egyébként szerintetek azt csinálni, hogy egy csirkét elnevezni úgy, hogy pipi, bocit meg úgy, hogy boci, és akkor izé lenne a boci és pipi, és egyre. Ez elképesztően kreatív amúgy. Tudom, hanem az nem. Hú, hát lehet, hogy kicsit elmértem azt a vastalanast, ez így rohadt nagy lesz, de mindegy, ja, most már maradjon így. Megyek csinálni. Jó, az így. Hogy invi ürítés kell nekem lassan. Ja, az a sok üveg, hol raktad az üvegeket amúgy? Itt van nálam mind. Ja, alól. De hol itt néz rám a nyuszi? Ja, az invid be van, vagy hogyan? Ja. Akkor kell, vagy mi? Nem, ez, hogy én ki akarom rakni. De már mind mit? Az üveget. Ja, hát az nálam van, de berakhatod ide a dobozba, hogy bejössz a Viktor az akkor a két... Két kemence között a doboz. Ja, Viktornál tartod? Aha. Ideiglenes van. Akkor te berakodok. Ó, most már van annyi boci megizé. Meg pipi. Nem pipi, mert pipi még minden. Van minden. Na, de itt az egyik ásó. Hol itt? Ide kidobok. Hogy üvegeket se látom, hogy hova tetted be a Viktorhoz. Mondtam, hogy nálam. Ja. Jó, akkor addig a Viktorhoz berakom. Kösz, Viktor. 260. Ez az enyém ák. Az András lábája. Ja, akkor mindegy. Viktor ad majd az ákinak. Micsoda, ja? Hát, tessék. Az András. Kösz. Annyira ungorítóan tele van mindig az inventory, hogy panaszkodik fogok mozsomnak. Fakszom a gránitba. Jó. Ja, egyébként a termés, itt szaporítással meg innen együtt 29 sárgarét, meg 30 bunda. Jó. Ugye ez nice. 10 szemér. Nice movement. Ez bírom valami. Nice movement, that's... Jó. Volt a door. Volt a door. Jó bajnokságon, akkor...
barátok. Én néztem ilyen izét, Mortal Kombat 10 Predator Cup. Predator mi? Predator Kupa. Jalol. Rohadt jó volt, a legpróbak játszottak. Úgy volt, hogy 2-4-8-an voltak, és akkor ugye a végén egy izét. Két legjobb játszott. Tehát olyan bontásos izé témák van, hogy a dividankor lebontottam egy egész hegyoldalt. Ja. Tehát ez a módi. Azért csináltam ekkor el, mert ugye minden egyes bejövő izé chillinek majd azért el kell férni, ugye belül van egy gyorsító rész, akkor azért majd a vonathívónak is el kell férnie valahogy, és hogy ne legyen minden egymás hegyén, hát azért választottam ekkor el. Jó, jó kiástuk. Hát majd lett. Ez rohadt meg. Na ez is igazából szerintem ennek kéne a tetét így kiüvegezni. De igazából lehet, hogy mit tudom én, más részét is ki lehet, de így most így az első, hogy a tetét gondoltam. Meg hát pótoljuk ki, akkor nem tudom, mi kőből legyen, vagy földből legyen az az izé. Azért a körülötte is nézzem már ki valahogy. Hát most izé... A fal, érted, hogy így ez itt végig mit tudom én, kővel legyen kirakva. Jaj, hát most egyről rakjuk ki földből, aztán majd ahogy jön. Gyerekek, én elmentem bányászni. Jól néd, amit ki van itt. Dóval térüld én, hogy csörgöd. Amúgy nekem az a cél erre a részre, hogy találják annyi gémit, meg obszidiánt, hogy izé legyen enchant. Ráki, ez most így komoly. Hát ez így full komolyra. Azt arra, hogy... De akkor lesz egy állomás? Hát itt van négy állomás egy helyen tulajdonképpen. Szóval abszolút indokolt. Ja, persze. Akkor lehetőleg ne izé földbe csináljátok, hanem izéból valami szép anyagból. Ja, az persze, az később meg lesz valósítva. Ja. Nagy ember kapom én meg. Adáki, akkor ide kirakom ezt a keresztet. Miért nem üvegből? Hát mert az, hogy már minden üvegből lesz, az nem jó. És ja. Hogy ekközé lesz az üveg. Vagy... Ja, jó, oké. Jó, nekem mindegy. Én annyira nem szorul be a dizájnba, én csak a technikai részét akarom megcsinálni majd. Szóval itt kín vár engem a csonti. És vár, hogy megzúzza. Úristen, mennyi izé! Zombi van itt végig. Itt állnak ezek a nagy izé járatok, amit csináltam a vasútnak. Nagyon durván tele vannak. Akkor ezt jövök egy... Az András az olyan volt, mint egy Lee Sin ulti. Na, gyorsító sín. Ja, láttál, Viktor? Nem, csak azt hallottam, hogy mondd, hogy jó, csak megugrottam, aztán pont belém lett a csont, és azért estem olyan nagyobb. Jó. Kirakok itt egy átmeneti ládát ide a domb oldalba, de azt ne zavarjam téged. Akkor te vagy Aragó. És az... Hát az a póka Harry Potterből. Jól van. Hú, Ákos, ezt szeretni fogod, lejöttem, és egyből találtam aranyat, méghozzá egy 8-as pakkot. Na, az zsír, az karajos. Jaj, én kényeségleg volt. Mondjuk nem, mint hogyha nem lenne elég, de hát érted. Arany most van nem elég. Jó, de nem kell, zúzott fékel. Adáki, est is hovder. Est is hovder. Fontos a szép kiejtés. Kőkard nem kell. Vasrúd az kell. Rámit rohadtul nem kell. Kis invitakarítás van nálam itt. Nálam egyébként ugyanígy volt, hogy... nem tudom, valami... És kis forgászat is belefért valami. Ahogy a mom mondaná, kiszonáltam. Jó. Ez jó. Ó, megint, na, hosszú idő után újra bebugolt az úszóm. Még a 1.7-es meg 1.6-os változatokban búgozott itt. Így búzott, aztán most megint előjött valami. Na, 50 kilós harcsa. Oh. Na, az a hírekben volt. Ön... Csat! Megvan. Lol Viktor izét fogtam. Bohóc halat. Te bohóc halat. Ez mi a szarra jó? Semmi. Gondolom megsütött, aztán megzabálod. Ja, azt hiszem, hogy valami egyéb különlegessége is van. Nem tudom, lehet, hogy valami többet fűz föl, én a horgászatban nem vagyok járcsak. Nézd meg! Ja. Minecraft Wiki. Nem tudom, hogy a magyar verzióban már fönn van-e. Hát bízom benne.
Úgy, egy, nem tudom, egy 8-os. Szóval akkor klón, szlón fliss. Aha. Keresek rá. Ez bohóc hal. Ja, látom. Na. 10-20 kának a körülött a halak. Jobb szeretek fenekezőzni. Na, megindult, és... csatt. És elhibáztam. Na hát... most elindulok máshol. Na, nincsen semmi? Na, nézzem. Nem, nem ér, csak annyi, hogy megsüthettünk. Hát akkor úgy látszik, csak a ilyen áll. Ez jó, mert négyféle van. Aha. Jó, a pisztrángot lehet még, vagy mi a túrót? Pisztráng sügér. Csat. Na, gyerekek. Elhibáztam ezt is, beszarok. Kijöttem, mert van az izé, van a sima hal. Van a bazac. Ja, lazac van, ja, nem pisztrány. Meg a izé, puffert is. Szerint puffert, ugye, hogyha a puffert is megeszed, akkor megmérgeződsz. Ezt gondoltam, igen. Ja, poison. Mint ha nem mérgezne, amúgy is elég cucc. Poison éhe. Na, de akkor lehet ilyen mérget. Vagy itt jelzi, hogy lehet ilyen receptet. Hello. Atya úristen, gyerekek! Hallod, hogy a kucák hadá... Ja, mondj, eddig... A lavatónál kapargálok, baszki. És erre izé, fönt hallok ilyen csontokat. Én fölások, és itt egy spawner. Mi ez? Mindjárt megmondom neked, csak föl kell másznom, mert... Mindegy, addig mondom. Vagy nem, hol itt voltam, ezt találtam meg múltkor. Lol. Na hallod, hogyha izé, hogyha kifogsz egy gömbhalat, akkor abból tudsz izé... főzni vízlégzést, vagy mi a tököm az? Lol, az nagyon kell a víz alatti légzés. De most csak ilyen sima foshalakat fogtam eddig. Az lehet, hogy kéne menni volt csónakkal, nem? Csak a gömbhalból lehet főzni? Aha. Ó, de az nagyon állat lenne. Főleg, ha majd a víz alatti vasút projektet valaha elkezdem, akkor az különösen jó lesz. Király, hogy így csattognak, hogy a buborékok, meg így minden, így fröcsökölnek a halak. Csak az is király, hogy megindul. Megindul. Megint arany. Addig sem tartom semmi másik mozult, de vert meg arany. Csatt! Megvan. Ló, most odaadta, vagy nem adta oda? Szerintem nem adta oda, és leesett. Pedig kifogtam valami különleges halat. De nem adta oda. Lehet, hogy most meg fog fullani. Aki erre mondják, hogy a forma egy fullva. Ja, de most meg fog fullani, mert olyan mélyen vagyok, de nem találtam meg a halat. Hogy lehet, hogy odaadta, majd visszanézem gameplaybe. Izé, nincsen, bohóc hal, egy. Ló, bőrcsizmát, a bőrcsizmát adott, az lehet, vagy nem lehet? Hát de lehet, az tudni. Hát ugye a bakancsot akarták szimbolizálni, csak ugye... Hát de egy halat fogok, akkor miért ezt adják? Hát mert tudod, ez az, hogy vannak ilyen izé, baj, tudod, ilyen rajzszonóba, meg ilyesmibe szokott lenni néha, hogy... Ja, hogy kifogsz valami... Ló. Ja, igen, tehát hogy izé, ahelyett, hogy fognál valami halat, fogsz valami csizmát. Ez bőrcsizma és elég szar az állapota. Hát, ez rossz. Azért mondom, mintha izé nem vettem volna fel, mondom, mi a túró? Tenger szerencsé, olyanok a kínálnak. Ja, tényleg az enchant, azt meg el is felejtettem. Új, itt nagyon kéne izé obszit találni. Nem lehet csinálni obszit? Nem, de hogyha... hogy találok annyi gémit, hogy lehessen. Úgy értem, hogy netherportás. Ennyi! Uáki, gémi, gömbhal! Ennyi. Viktor, gömbhal, ennyi! És nekem meg gémi. Ennyi gömb. Most mondd, hogy ez nem Murphy. Ne, és mondom nem, mindjárt... ez nem Murphy. 8 darab gémi! Szép lett a kurva, szép lett a tetej, András. Uáki, imádlak! Hallod, Áki, 2x64 plusz 16. És megint gémi. Hallod, előreások és... hol a szarba vagy, Viktor? 6 blokkra a tenger alatt, 6 blokkra onnan megint gémi. Ez 2, 3, ez csak 4 darab, de hát ember. Fákja. Fákja. Most elbújok a nádasba, hát ha izé hamarabb rákap valami hal. Nádas. Nádas Tibi. Mert az, izé itt a nádasba szoktak mindig lagni a pontyok lenni.
Hát csak nem a Minecraftból. Hát nem. Ezért meg ez egy diszkrimináció, hogy nincsen pont. Jó, mondjuk tengerben tényleg nehezen van pont, de... De mondjuk ilyen kis... vizes tavakban, amik így a... Gyerekek, fuck yeah. Azért földrészek közepén alakul ki, ott simán. Ah, kellett. Jó, de Viktor mondta, hogy opszi kell, nem gyémű. Hát jó, de most van gyémű, és lesz opszi. Vágod. Ó, csontot fogtam, Viktor. Ez nagyon jó. Hát egész részben horgászni fogok, hogy ez így még tovább. Ó, megint arany, hogy aki már három parancsra találok aranyat. Jó, Viktor, akkor gyorsító téma lesz hamarosan. András, te neked van sok izét vörös követ, nem? Ja. De hol mellette megint arany? Nem tudom, de tenger alatt, és nekem nagyon megjött a máz, hogy fuck yeah. Baszka, nagyon kellett, ha eddig találtam izét, találtam 4 darab gyémit, és akkor ugye abból egy elégett a lábába. Hol? Én meg itt fogom a halakat, hogy nehogy éhen halljatok. Milyen eresztős befogés volt. Jézusom. És majd jön a következő. És ez már milyen hal ez? Nyers lazacot fogtam. Mindjárt én is forgászok egyetem. Oda is adom orgászodat, ha kell. Hát de akkor csinálok magamnak. Ja, jó van. Hát hány fonál kell? Nem tudom, 3 talán. Ú, azt elkésten. Viktor, izé, hogy kell gyorsítót? Mindig elfelejtem. Gyorsítós? Én... azt hiszem úgy van, hogy... hogy a... Beleraksz izét egy darab... Vöröskövet? Vöröskövet. Egy vasat, többit aranyjal kirakod. Meg egy aranyjal kirakod. Ó, hogy berepült. Milyen egyenesen szállt ilyen. Nekem most itt elkussoltak a halak, pedig az előbb nagyon jó kapásaim voltak, csak elkúrtam egyet. Kíváncsi lesz, akkor innen látom-e, ha tiédre rámegy a hal. Na, nagy fröcskövönek, nagyon tö. És jön az enyém, puk! És megillazott, ha jól látom, bizony. Ó, gyerek. Úristen, halad, olyanokat fújok, hogy mintha így beszarnék. Lollad. Ilyen rotyogósat. Ijesztő, néha. Ó, András, megint nézi a Minecraftnek az óceán. Hazák, én nem megyek csónakkal, te. Én is azt akartam. Ó, ott a víz alatt van valami szarság. Ez kurva jó. Vagy azok csak halak, vagy mi ezért így. Hazák, ezt próbáld meg, ez kurva jó izéből halászni. Ó, lol. Ez kurva állat. Előbb húztam ki, mint kéne, és így is kifogtam a halat. Ja, ezért csónakból orgászni? Ja. Most rám vagyok a közepén. Ó, feelinges. Jaj. De félünk. Van vagy 3 gameplay amúgy elfekvőben, csak nem akarom egyszerre föltolni őket. Így be kell osztani. Annyi. De azt hiszem, hogy 3 van. Az a kurva. Ha megnézem, hogy ki lehet fogni ezeket a csicskákat. Mi a tinta halat? Nem, hanem azokat a lövöldöző szarokat. Azokat nem lehet kifogni. Mert azok mobok, a halak meg nem mobok, csak animáció. És... csat! Bört fogtam ki, Viktor. Lóra. Ez is egy forrás, nem? A bőrnek. Hát most már fogtam, izé, csizmát, bőrt, csontot. Nem tudom, mi lesz most már lassan. Kifogok egy egész hajót. Jó, mondj, gyerekek, ki meg följövök. Gyere, te is orgasztok. Még és csat. És megint lazott, ha jól. Nálam is fog, izélják, hogy fog. Bohóc hal. Vagy na. Csont. Csont? Csonti vlog. Csonti vlog. Ja, lol, reklám, már is csúszott. Valami ilyen kis félre első szigetnék én, vagy nem tudok, kára nem lehet a csánkába beetetni, mert akkor is szórnám egy kilószámra. Én mit tudom, én lenni ilyen per darolos, és akkor így ledarálnám a halat, és akkor olyan tőke halat ledarálnék, és akkor jönnének a cápák. Jó, gyerekek, hallod? Mekkora lávató, de baszkikám. Opszid legyen, Viktor, és akkor jöhet a szeret. Csak nincsen fámot csinálják, izért. Úgy éni? Ó, lol, nem áll. Lol, gömb! Valami felre mindjárt mondom. És elbasztam. Basztus, lagolva jött a hal. 11 darab. Azt jó, Viktor, de azt, érted, hogy ez így jó, de hogyha nekem nincs azt mondani, akkor neked... Oké, várjál, felmegyek csinálni a vizét.
Hadár. Ez hogyan érzi be? Meg gömpalat. Ó, én is, nálam is van már. Oh, Hány gömbhalból lesz? Vagy főzni kell potit? Vagy hogyan? Egy gömbhalból három poti lesz. Hú, basszus, nincs blézünk. Hú, de cikázik. De, ja, úgy az az előző. Blézrud nélkül nem megyünk semmire. Ja. Ja, akkor kövi rész, szajzé. Ja, ú, hát akkor jó, hogy Viktor keres, mert akkor ender, tudod. Hát opszi, igen, opszi nélkül nincsen a világ. Hú, csak az a baj, értsétek mi gyerekek, hogy most szenvedtem föl magam ide a bányába. Jó, hát na, majd jó, Viktor, akkor kérdezd meg. Jó, de nem, én azt mondom, hogy nincsen fa, ezért most még följöttem fáért, hogy az Ákosnak az obszi igényét kielégítsen. És csat, és sima hal. Na még egyet, aztán elég. Na eddig van 5 nyers hal, meg 3 lazac, meg 2 bohóc hal. Hadáki 28 arany, 25 gémi. Oh. 76 darab izé, gövöröskő, 8 darab vas, valami 564 izé, zúzottkő, meg ilyenek. Ember, de az vicc, hogy levittem izét 6 darab vascsákányt, és abból csak egy kopott el teljesen. Hát Viktor, amúgy hányadik szinten ástál? Level 11-en, meg level 12. Bazd meg, elvitt a csalit, aha. És jön. Rotty! Hogy jön? Hohoj, ja. Na jó, van neki, mennyi elég. Egy szerint, amikor mondjuk kifogsz ilyen csizmát, hogy ugye látod, hogy oda megy valami a csalihoz, és erre kidob egy csizmát. Ja, ennyi. Meg bőrrel is így van, meg csontra. Hát szép ebbe az egész. Ja. Jó, ott horgászol. Végre. Egyébként még le kell mennem gémiért, mert ennyi nem vesz elég. Fogadják ki, nem láttak. Itt vagyok a csónakba. Ja, csak laggol, akkor szerintem, mert nem láttak. Eljöttem el az elektromos szigók felé. Wow, de azért ne menj olyan közel, mert akkor meg az a gáz, hogy... Jó, így megláttam őket. Versenytes az időmet. Nagyon meg ne akartak támadni, egy kis szarjankók. Ó, még egy gömbhal, fakja. Volt a vízen bányáztok? Hadd. Vagy bányáztok? Ja. Hadd, este vizé kapnak a halak? Nem tudom, elvileg igen, csak max nehezebben veszed észre. Mi gyerekek, már megnőtt az első dinnyi. Ja, lám, mondtam csak. A dinnya lányom. Conker. Azt a kurva, mi lag? Ja, én is lagzok. Gondolom azért, mert eljöttem. Na, itt horgászgatunk egyet. Srácok, na, Áki most itt kölcsönözik egy pár vödröt, vagy a tiéd volt egy vödör, azt kölcsönöztem, meg én is csinálok, mert ugye kértél lávát, most az kell menni. Nem, van láva már ott a szemétégetőktől. Hú, de nekünk izé 10 source block kell. Tehát 10 vödör. Lóval, mekkora izé bug, meg lag, meg minden volt most itt. De jó, azt tűnik, azon van föld. Tök jó, mert ilyen kicsi kis fos szigetek vannak egyébként errefelé. És tök jó, el lehet íratyizgatni. Kapnak alak éjszaka? Ja. Eddig. Aha. Na, vasat akartam csinálni, de most jó. Nagyon kaptak. Egyébként úgy van, úgy vettem vissza, hogyha így ki tudod szedni egymás után kettőt, akkor utána így egyre jobban jönnek. Ja. Mindig oda visszaszórod, és akkor ha egyet elkúrsz, akkor meg megint... Ah, milyen csomó idő, azt nem jönnek. De ez most már másodszorra szivat meg, hallod? Jó. És jön. És kiszedtem, ennyi. Volt, gyerekek, elmentem a lábáért. Miért nem tudok beszállni? Bugos, ne idegesíts. Ne horgászbottal lehet azért. Kajával se enged meg. Basszus. Bebugolt. Akkor így jártam. Ólóó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 ó
Ú, de nagyon jól néz ki, egy aranyos kis sziget. Ide elköltözök, aztán az egész munkám kárba vész. Ó, ott a zombi már megjelent, jó van. Ó,
te, hát ez izé, mobsziget. Úristen, ahogy érek közelebb, egyre több mob van rajta. Srácok, milyen mázli. Lol, de fos. Itt egy ember. Úristen. Úristen. Oh. Itt egy ember, belelöttem a lávába. Belelöttem az embert a lávába. Vagy úgy kéne kijönni, hogy... Meg is döglött a szemétvára. Ó, te tetszik ez a kis sziget, de van. Megdobott. Rohadjál meg. Szemétláda. Hát és megdobott izé, most mérgezett egy fél percig, és csak egy rohadt botot dobott. Úristen, mennyi volt, Jézusom. Úgy van. Ó, falusi zombi. Úristen, mikrobbanások vannak itt. Áú. Valahogy fél szívem van, és nincsen kajám. Ó, három gömbfa. Az zsír. És ott van egy pók, meg egy... De, pók, két creepy, meg egy ember. A vizé a híd közelébe, nem merek híra menni, meg ott egy zombi. De ezt a tenger szerencsét ki akarom próbálni. Azt tényleg. Minél hamarabb. Óló, mennyi XP-t csörög itt a víz alatt. Na, hogy megint fulladás legyen a vége. Ah, leszarom az XP-t. Ahogy pattog az úszom. Valamúgy én level 30 vagyok, gyerek. Én egy enchantot meg is rejtek majd, hogyha kért összetűz. Hú, baszki, de ilyen vagyok, hát akkor kell még izé láva. Én level 26 vagyok jelenleg. Na, most, hogy végre sikerült ideérni, pár fákjával kisegítjük. Valami ilyet egyfolytában, hát ez a bab, ez igen, ez. Olóó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 
bukodó. Lol, és le... Mi a túró? Itt van valami... Rögtön egy mobhozástam lenne, várjál. Tötöl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 
hallod, Viktor? Igen. Ha esetleg mennénk hozzátok, akkor légy szíves, legyen moblecsó. Ez olyan, de sem ezt tudom mondani, hogy ha nem lesz, akkor fejemet veheted. Jó, oké. És ezt... akkor szaladod. És jó, nyugodtan, és én magam fogom főzni, oké. Egy kis katya szaggatóval. Hát azt mondja mindenki magának, mert ja, ugye háziasszonyok azok nem nagyon popik a fanok. Hányszor unom már ezt a kell. De faszom. Hát én is, de ez van. Lól a lag, mekkor a lag volt, te jó Isten. Ló, miért teszek meg? Gyert, ló, miért teszek? Teljes fölött a nyúl hús. A nyúl? Ja. Van beleharapott a tigrisbe. Ja, a fenekébe. És fölött beleharapott a fenekébe. Van, ugyanis a nyúl nem volt ott valami a találkozón. Hogy szív. Na hallod Áki, izé, 3 gömbhal, 7 nyersol és 3 nyers lazac. Az szép. Na a gyerekek, nekem meg 10 obszi. Az szép. Ennyi. Hallod, akkor szerintem még belefér egy ender ebbe a részben, nem? 5 nyers lazac. Tudod, mi kérhetne bele az időmbe? Inkább még egy csimplé, mert eleve most csak gyémi bányászás. Elvileg lesz, paci, szóval... Ugyanis elvileg. Úgy fuckom, mert én is mennék ki, csak most anyai kipa lesznek. Az én, akkor nyilván együtt kéne lenni. És a Szabin, akkor meg utána meg szeretnék én is kimenni a komolytóksra. De gondos srácok, mert még 2 hét, az még nem megyek ki. Kis hencs vagy ezek. Vagy a kis hencs az mindent lájkol, nem csak a CR7-et, hanem azért a Manchester-t is, meg a, mit tudom én, Neymart is. Ja, azért a kosaras lateneszka, az meg minden Facebookos hülyeséget én megcsináltod, ez a... Azért, ja, szörnyű. De mennyit érsz, vagy minden? Micsoda? Jaj, hát mondom, nem igaz. Kosaras quiz. Ez a nem Krisz, kosaras Ata. Ja. Krisz. Nem tudom, hogy hallhattad volna ezt félre. Mata Ata. Krisz és Ata. Hogy szenved itt egy tintahal?
Már csak sima halakat fogok itt, ez így rotyi. Az András ezt ott ki szokta mondani, hogy ez rotyi. Megjegy. Ezt a trickis szokta mondani. Trickis. Innan is csütvözöljük. Mondjuk ezt így szokta mondani, hogy ez rotyi. Egyébként ez a trickis. András, nézd be a ládába. Ó, tengedj meg. Cse, úristen, hallod? Ekkora kopást lerántotta és még rángatta tovább, és nem késtem le róla. De király. Vízben úszva horgászok. Addig torkál hal, amúgy. Mert akkor vehetsz. Jézusom, mennyit izéltetok. Most egyelőre nem, de lehet, hogy fog. Még ki se raktam halat, Viktor. Vadáki. 79 darab aranyrút. Szóval lehet egy két dolgot kezdeni. Az aranyat annyit találok, mint a szar. De ki is égetted már, vagy? Ja, ki égetted. Hát akkor vasút, igen, akkor nincs mese. Az ez imád, amikor mindkét ajtó nyílik ki egyszerre, és akkor ilyen nagyon torsz hangérzet. Ez full extra, és hogyha nem is sztereóba menne, hanem még annál magasabban, ilyen múlt. Tudom, hogy ez a porszívó itt van. Na, aki figyelj, én szívesen segítek kidekorálni ezt a vasútállomást. Hát előbb inkább meg akarom építeni működőre, aztán meg utána. Hát úgy értem, hogy te csinálod, kidekorálom. Az kettő, ez nem látta egymást. Na, már 7 lazacot fogtam el. Egy felben, ami blokk nem tetszik, azt kiszedett. Hát jó, na égnek a zombik, ezt már szeretem látni. Én már tudom, hogy miből csinálom, csak az elég anyagi kényes. Beindult a motorcsónak. Köszi, bent kotlik a zöldségesbe. Kotlik. Micsoda? Mi kotlik a zöldségesbe? Nyuszi. Ja. Basszus, neki mentem az úszónak és széttört a csónak. Mekkora szar. Ez buziság. Hajrá, trickiz. Ez már biztos jövő, mert ő egyébként az összes gameplay-nket megnéz. Tényleg? Ja. Akkor volt nagy respekt. Respekt. Ne láttam, hogy az éppől a Strand Draftosra éppől 5 like érkezett. Az első részre. Tehát az sikert aratott. Tudod, amikor vakság meg ezek. Ja, igen. Tehát ez belőle 5-öt kapott. Annyira idegesít az a víz alatti szutyok. Ha kifosztjuk, utána is lesznek Guardianok? Fankot fogtam megint. Fanka. Nem fanka, hanem faka hazabasz. Ja, faka. Ja, faka hazabasz, annyi sebet halk rád nem takarja a hanzaplasz. Rajtunk nőttél fel, haver, faka hazabasz. Jó, nincs értelme, de hát most a szájítól mit várjak, érted? A kezdet pihiai. 2K-val. Na srácok, most egyelőre ide, de fölzom a deportát, jó? Azt mondtam, de most mondtad, hogy találtál izét. Ja, hát izét hoztam, halad csináltam 10 darab vödröt, elmentem, hoztam 10 blokk lávát, és utána mindegyiket levizeztem, ebből a loxi, aztán fizettem. Lol, halad, horgászbottal el lehet kapni a csirkét a vízbe, és ki tudom vele rántani. Ja, minden mobot lehet vele basztatni. De állat. De most vizé, most rehat nagy bukban gyerekek, mert az van, hogy benne álltam a blokkban, és elveszett nekem már 2 darab opcióm. Au. Én nem egy darab. Felveszem a kiégetett. Nagyon remélem, hogy itt vissza fogom kapni, mert nagyon nagyon szó. Ó, jel, 40 darab vas, és így már 64 felé. Hercegbeteg. Ki kell mondani, hogy hercegbeteg. Hercegben mindig van valami hiba, de nem kell mindenkinek hallgatnia. Eszedbe jutna valami büntetés, csalni fogsz, ez csak egy büntetés! Felmelegít, ahogy a forró rum. Ez itt a jó fórum, felmelegít, ahogy a forró rum. Na András, fordul csak meg András. Csak életörömből. De... Ez jó volt, de... Itt a bohóc halat nem tudom kisütni.
Nem tudom, akkor nézz utána, mit lehet csinálni. Ez csak dekoráció. 8 halat beraktam, most vagy lag volt, vagy bug, de nem tudtam kisütni. De a 8 halat nem is kell kisütni. De ezt ne szedd ki, akkor nem szedtem ki. Ja, hogy ezt magával is meg lehet tenni. Ja. Ez milyen szar. Mennyit dobszem. Tehát majd a poti főzéshez. Na, halad, gyerekek, akkor megyünk Ender? Milyen Ender? Nether. Vagy Nether. Háki? Nem nagyon. Kérek rá, előbb ad szedjem össze magam. Ó, mert én mennék. Mondom, itt kisütöm a kaját, aztán mehetünk. Jó. Páncélzattal hogy állok? Ja, az megvan, jó. Hát még nekem van 9 gyím is. Blaze rudat nagyon kellene. Ami hasznosra kéne. A potizás miatt. Meg hát nem bánám, ha találnánk kastélyt egyébként. Hát Viktor, amúgy be tudom áldozni a gyímimet a izé. A... Ender, vagy mi ez a enchanthoz. Ja, de kéne könyv is, mert úgy basz. Ja. Ja, úgy az első vágóhidat azt most végrehajtottam. 6 darab, ő meg 10 darab kufi. 15 csont liszt elég, Viktor? Mire? Hát nem tudom, mondjuk kertezni. Ja, hát ez ugye az egész jó. Most már nem kell megnőzteni semmit, mert a dinnyéknek szokott kell, mint tudom, amiknek folyamatos férés kell, és akkor... Tök, az nincsen még, ugye? Ez faszaság, nem az mindig. Répát azt de ahogy ismerem az András, hogy saját magamat úgyis fogunk találni izébe, bányászás közben. Na, mit itt? Hát izét... Vagy dob valami mob. Mi a szoromat? De szép innen a kilátás ideig, mert felhozok egy szába tekert izét világító tornyát. Tudod, András, lehet ládába találni. Ja. De én, nekem inkább a mobok szoktak dobálni. Az egy jó szám. Egy bőr van nálam, Viktor, amit forgáztam, azt majd szívesen odaadom. Ja, jó van. Keep Invi. Én addig csinálgatom a papírt. Hogy jó, én meg az Ákosnak kidekorálom a pizzát. Én meg csinálok izét. Sok-sok vöröskő kiabánatot. Hát, hogy kell a könyvet? Fákja. Könyv az egy... Bőr meg papír. Megnyomod a sima E betűt, a kis kreftet, balansos sorakba berakod az bőrt, és utána körbe rakod papírral. Ugye legegyszerűbb bemutni rá. Ja, hogy bőr is kell cseszni. Ja, hát itt van nálam 6 darab, várjál adott. Úgy az enchanthoz lesz majd jó. És mi a szarnak van itt nálam egy homokkő? Nem is kell. Na, kicsúrod, van 12 hal. 6 darab, ez nem elég. Ha 12 hal, 15 hal. Egy könyvhöz egy bőr kell, úgyhogy... Jó. 12 hal az már elég lesz. Jó, hát akkor igazából mehetünk szerintem. Akkor egy bőrt körbe raktam papírral, és nem dobta ki. Nem egy bőrt kell körbe rakni papírral. De András, nem a 8-as körbe, hanem a 4-es körbe. Hát a 4-esben nem lehet körbe rakni. Jó, nem úgy. Egyik sarokba bőr. Bőr az összes pedig meg papír. Igen. Ja, oké, megvan. Úgy már jó? Aha. Lol. Akkor bocs, akkor én fogalmaztam félre. Lol, pont annyi van. Viktor, te korábbsz ez így összeérni. Én nekem meg kéne izé deszka. Lol, itt egy izé szarzsák. Parlan? Nyert. Szarzsák izé robbanós. Réti. Szarzsák robbanós. Én úgy néz. Csin-csin. Ezt a tavat innen már fel kéne számolni a villám gyorsan. Ó, milyen monumentális épület. Majd meglátod milyen jobb lesz, mint a keleti pályaudvar. Itt most csökkentetted a helyét, vagy mi? A méretét? Nem. Kiszedem a izét, a falat, és helyette rakom. Ja, jó, meg 2, 3, 4, 5, hát jó, oké, csak elszámoltam. Ról itt benn kotródik egy bárány. Kotródik. Na, akkor Viktor, akkor az aranyat azt szíves örömest felhasználnám. Ja, én még szíves örömest oda is adom. Kösz. Szíves csillanat. Én meg berakom a izét. És ott van a izéba, meg fogod látni, ott van benne. A ládába. A bemész, és akkor ott jobbra.
Mi jobbra? Akkor berakom oda a bőrt, jó? Okay. Egy bőrt beraktam. Kubrick, jó, izé sok. Ólól 64. Ez igen, ez szép. Vas az van nekem, úgyhogy az most nem kell. Ja, van itt izé lázé. Egy nincs craft asztalod a lakásban. Ja, de, csak olyan van. De, ott van, csak nem tudom, szóval raktam valahova, és akkor ki kellett szedni. Már nem hoztam vissza, és akkor az Andrásnak használom én. Ó, hát ez mondjuk annyira nem sok arany, de mindegy. Ból, hát kösz, én egész nap bányáztam. Jó, hát kösz. Ó, hogy kell most? Ja, nem vassal, hanem pálcába kell kirakni. Jaj, nem áll. Ja, bánatos. Ez bánatos. Nem is kell vas a gyorsító sínhöz. Ja, így kell csinálni. Jaj, hogy most nem mondjak semmi csúnyát. Na már. Hát, hogy izé, hogy mostan... Behú. Elhasználtam a fát is, meg minden. Mi ez a monszun? Jól, 64 plusz 2 kijött. Ja, nem tudom, de idejes is. Na jó, Viktor, 64 plusz 20. Tehát a kezem előtt is úgy jelenti, hogy valami bortos tehenek lennének, vagy nem. Hát lehet, hogy az itt nem. Itt ugye ez az. Na, akkor izé, hova legyen az első... András, gyakran jársz a szigetedre, vagy a Plányás szigetre jártok gyakrabban? Hát én most elég sokat voltam itt, szóval nem tudom miért kérdő, vagy... Hát, hogy hova legyen először a izé síny. Ja, nem tudom. Én a Bányaszigetre nem szoktam járni. Én elég gyakran járok, de nem elsődleges. Akkor oda rakok egyet. Akkor. Na. Mi az, hogy na? Hát nem hiszem, de. Ja, de csak basszus, a sima síneket nem tudom, hol raktam el. Ki kéne egy alapkövet jelölni. Az a vicces, hogy visszavallom minden izét, blokk törését az András hangfalán keresztül. Na, zsírság. És akkor így lesz a négy izé vasútvonal. Jézusom! Hogy most vagyok? A saját tekerem beszaradt, érted? Mert összeízodom az izét, a könyvet, ami rajta van, és akkor így néha megmozdul. Itt kikavartál valamit, Viktor, és nekem kell összeszedni, hát... Na. Favágásra fel. Na, itt egy tehén magányosan szórakozik. Egyébként a Besenyő család az király, én szerettem meg minden, csak fölött szétajnározzák a diáját, és már lassan azért kezd egy kicsit unzivatos lenni. Hello. Nem tudom, hogy sose rájöntem érte annyira. Na, azt mondja, hogy 23, ó, az nem elég. Most szétdeszkázom magam. Megint töltöm csak az invimet, Viktor, az a baj, mindig ez van. Töltöm az indít. Csatt. Ó, oh, yeah. Miért fintam, megint, de jó. Írom Ákos, neked szinte minden mondatod azt, hogy miért fintam. Nem tudom, miért jelentem be amúgy, de nagyon durván tényleg most jön belőlem. Itt az indító gomb majd. Na figyelj, hogyha jön a banaj, akkor... Gonhaj. Segítesz nekem kiszedni az izét, ezt a földet. Tehát ebből a szintbe kéne kiszedni, de nincsen izén lopáton, de az izét sokkal gyorsabban ki tudok ja, szedni. Ja, persze. Mindjárt. Okay. De most nem ezzel, nem mindegy. Ennek a résznek még vele kéne, vagy vele. Az a baj, na 41. Jó, akkor több lesz mindegy órás, aztán kész. Jó, kiszedtem Viktor, úgyhogy meg a shouldert is akkor. Ja, még itt van. Hogy meghalt. Ló, nyuszit, lesebződött, vagy nem tudom mi volt az.
Akkor sín alatt is kiszedem? Igen, ki kéne. Akkor vedd fel te a sín. Én mivel akarod kirakni? Szerintem fával. Akkor létszi rakj ezeket a csikókat, amik a gombtól a falig vezetnek, jó? Azt rak ki először. Hogy? Mert én most már raktam a sínek. Hogy osszam be a gyorsító sínt, hogy egy gyorsító és sok sima, vagy hogy legyen? Hát nem is tudom. Vagy hogy tudod, hogy hány gyorsító legyen és hány sima, milyen felosztásban. Nem tudom, hát úgy, hogy mit tudom én, hogy a legelején ugye legyen a szokásos, tehát amikor amikor kapsz egy boostot, utána meg legyen úgy, hogy 8 darab sima sín, utána meg egy darab gyorsító. Az nem legyen. Lesz úgy lassú? Nem. Akkor inkább úgy, hogy 7 és a 8. lesz a gyorsító. Talán hát könnyebb. Tőlem az úgy jó, de igazából nem változtat semmire. Nem találom a sínjeimet. Hol a fenébe hagytam. Lehet, hogy a másik szigeten. Ha sima sínt találsz, Viktor, akkor ne tartsd magadba. De igazából egyszerűbb is, ha legyártok, mert nem találtam olyan sokat. A 64 vasúdat ezt most erre beáldozom. Asszony. Milyen aranyos hangolt a bocin köze? Ról 2x64 kijött belőle. Hát ez most talán jó lesz. Kicsit itt rendezgetjük. A gyerekek, én sem gondoltam volna, hogy ebben a részben még gémák eszközökkel fogok dolgozni. Mindenképpen reményre ad okot. Na, Vitor, de ragd már ki azt a valamit. Ja, még most szedem a fát, várjál. Szedek annyit, hogy a sínekre elég legyen, jó? De mi, deszkából? Miből akarod? Ja, deszka. Tölgy? Olyan, izé. Mi ez? Nyír. Ja. De akkor legalább ezt azt... Na, mindig. Akkor a gyorsító sima, és innentől egy gyorsító. És akkor ez már sima lesz. 8, 7. Jó, ki vannak rakva? Kösz. Bonant. Ló, már tele van mobbal. Ez a szomszéd sziget. Hát igen, ez is az lenne a legjobb majd, hogyha zárt rendszerű. Ló, Spider Jockey Viktor. Azon a legjobb, hogy ez is zárt rendszer lenne egy idő után, hogy a mobok nem essenek be. Basszus. Jönnöm kell takarítani. Ányád. Pont belelök a robbanásba. De szar te. Tudod, miért csobbant a pók, amikor beleesett a vízbe. Csobban. Tűrődj. A csirke mindig ott szenved a vízre, beszarás. Spider Jockey meg a pók hátán szépen el van egyébként. Nagyon egymásra találtak. Baszki, ez is valóban. És sziszegette egyet a pók, akkor lőtt a Spider Jockey, de jó. Leütöttem róla. És ott is önmenek a mobok, beszarás. De megépíteni kéne valami állomásszerűséget. Ezzel számolunk. Ezért még számolunk. És pont elfért a sima. Volt, de beszpónolt egy tehén, hú? Hát jön a kaja, de divel, az nem baj.
Új, te zombika is. Nem igazán annyian vagytok. Hát nem igaz, itt is jönnek valami. András, ez így milyen lesz? Ó, király. Nem mereszem annál. Az anyám, hogy ízik belém? Persze megint most csúrig lesz az invim a szaros rohadt hússal. Na mindegy, addig építsünk. Jó, nice lett itt. Márki kész van. Kösz. Vagy mondom, már kicserélem ezeket a cuccokat, ezek így rombá. Jézus, amúgy beszakadt a saját helyére. Jézus, amúgy bugár. Ja. Jézus, amúgy bugár. De ha nem hülye vagyok, mert még egy tetejét meg kell csinálnom, húcs. András, látom talán nagyon már mi az ilyen neterbe. Én is hallottam. Vitor, hogy akarod a tetejét? Azon gondolkodom, hogy ezt lehet, hogy izével kell neki rakni. Mi az, tölgyfa tömkkel. Uh-huh. Tehát azt kéne szerezni, mint egy tölgyfát, és a szigeten itt alig van, mert ugye... Hát ugye, akkor én karálok gyorsan. Ah, egyfajta a szívet, szívott minket az idejára. Hát de az a baj, hogy vihart nem lehet ki. Ja. Vitor, kb. Mennyi kell? Mindjárt mondom, 1-2-3-4. Hogy ez nálunk azt mondja, 25 darab. Jó. De a gombot miért ütötted le, Viktor? Jó, ja, mindjárt visszarakom, sorry. Hát kicseréltem. Villám gyorsan. Úgy csak 3 gomb volt rajta. Hát 4 darab, már 4-et raktam rá. Hát nálam csak 3 gomb. Hát ez nagyon nagy baj. Ide rakjad, ide. Meg akkor már csillét is csinál. Hát csinálok egy gombot, várjál. Adjad már! Az itt hogy most van 4000 IP-m, úgyhogy jasó, nem tudom. Mi az azt a 4008, nem? Nem, 4008. Nem tudom. Mondjuk én... Szerintem 6005. Egy 6003. 6003, na. 6003 vettem, azt tudom. De amúgy nagyon sok olyan van, ami 6003 volt, és 4008 lett. Hopp, ezt elszámoltam, mert 3 is elég lesz. A Diktor itt a izé, jó? Merjá. Megint így most adtál a karimat. Lol. Köszi. Visszarakom addig a fákat. Viktor, csillét tudnál csinálni? Jó, nem. Jó, basztus is homok van itt végig, nem igaz. Adod az almát! Ja. Überlag. Már ki egyébként tetszik a vasútára már? Ja, hogyne. Elégedett vagyok vele, de még elégedettem lenni, ha meg lenne az a csille. Hát jó, azt kell már. Mert mindjárt, de még mindig nem igazán. Oh my goodness. The energy is mind-blowing. Ja, pont ez itt az eszembe. Jó, itt az a porszívó effekt, hát ez nagyon elképesztő. Lehet hallani? Hogyne. Na, iszolgatom a gameplay-be. Hát a
ez már egyéni dolog. Már csináltam 4 csillét, hogy egy 4 csillel, vagy 4 vasútonál 4 csillel. Köszönjük fel. Igazán lekötelezem a lelkiséget. Viszont akkor ide egy lábat is kéne bombát. Az ki lehet próbálni a vasutatát? Hát, elvileg már működik az a vonal. Csak még itten ki kell számolnom, hogy minden jó vagy, meg egy tesztkör még vissza van. Jalol. Lassú, nem? Jó ez szerintem. Jó lesz ez. Jó, hát még majd max betűzök akkor mindegyik mellé egy-egy gyorsítót, aztán nagy dolog. Adáki. Egyébként úgy lehet elrejteni a redstone-t, és elég sok redstone-unk van, hogy tehát ezeket a csúnya fákjákat, hogy alá ezért redstone blokkot raksz. Kösz. Igen. Ja. Így ezt majd meg kéne tenni. Hát majd később, Viktor, ez majd... Én is megyek egy tőle. Jó, hát most már mindenki ment, csak én nem. Akkor kiszállok, jól majd visszafel sétálok. Na és akkor... Miközben itt majd építgetem a vasúti épületet. Akkor ez legyen ilyen pulkább, azt mondta, csak a szigetre legyen ilyen csicsás. Ja. Milyen magasra szeretnéd? Ott van, már megvan a távolságban. Tehát így, innentől már tető. Ja, oké. Okay. Jó, szépen működik, jól van. Azt kéne már csak kitalálni, hogy akkor nem ül benne senki, ugye, amikor majd hívják, hogy úgy szoktam számolni, hogy elvileg hol vagy akkor. Elvileg az a fék ez pont annyira fogja be, hogyha hívnák innen, akkor elindulna magát. Mit tudom, és akkor mit elindulja? Viktor, elküldtem a csillét neked. Ja, köszönöm, mondjuk én most befejezem a izét a... Ja, jó. Hú, de király lett a vasútállomás. Zsír. Ó, de nagyon király az alja is. Ó, mi a lassan jön a csille? Én laggos van. Jaj, laggos sajnos. Jó, hát megvan a vasút. Jó, Viktor, akkor egy gyors ender. Jó. Vagy nederna. Na, is keverem. Van rasít vagy? Aha. Akkor gyere, Viktor, vissza a csillével, aztán menjünk. Jó, figyelj, kicsit két ablakot erre a fűtre, aztán mehetünk. Jó. Akkor András, gyere föl, aztán... Igen. Valami jó kiáratot azért kéne nem csinálni a vasútállomáshoz. Tehát majd ilyen följárókat. Ja. Majd az egyik falba csinálok. Jó vagyok. Ja, már csak a Viktort kell. Az útját ment a halat egy pillanatra. Csuri van az invim. Pakolok gyorsan, amíg a Viktor idejét. Na, akkor... Na, aki egyébként én már ki is találtam a vasútállomásnak a dizájnját. Ott mellett egy ilyen kikötőszerűséget kéne csinálni. Ó. Egyébként akkor most még nem is hívós. A hívós rendszer az következő részben. Ó, fel, az még bőven, még... Nem hiszem, hogy mostanában lesz. Na, akkor hogy álltok? Hát mehetünk. Jó van, én meg. Hozok izékkal, azok hozzá nem kreftelek, hogy én már tarmult. Ha már megtehetem. Új emberek, engem nagyon feldobott ez a nyílni cucc. Jó, én kész állok igazából. Jó, a kobó. Itt a... Mit csinálom a nyílni cuccot is megyen. Hogy úgy kéne rendezni az invit, hogy... Valami nyisd meg az inventory-dat, Ctrl-I. Így van. Jó, olyan is van. Amúgy. Hát ez bobos rész. De a Ctrl-Z az mi volt? Hát Ctrl-0, nem tudom, nem vagyok. Ctrl-Z. Mert ugye volt a Ctrl-I az inventory, a Ctrl-Z az mi volt? Ez az autólok rá, azt hiszem, hogy követés rá mindenki, azt hiszem az volt. Nem vagy benne biztos. Na, mehetünk, Viktor. Ja, Viktor, ja, miért rászott? Nem bom meg. Hát baszki. Hát akkor Viktor. Valaki nem már megtérjük. Ó, is le is estem rögtön. Bom meg! Mekkorát estem. Azt a minden sem mit neki.
Elmozdultam és... Azt a mindenségét neki mekkorát zuhantam már rögtön az elején. Hadd, ez gáz volt. Azt a mindenségét, uram, hát fékezze magát. Ja, igen, igen. Ez köcsökség volt amúgy. Hát akkor oda ki kell rakni izéből ebből a szalagyból. Csak hadd, izé átteleportáltam, tolattam egyet, hogy ne egymás arcább legyen, és dis. Jó, hát én meg megérkeztem és rögtön dis, tehát. Na, az akkor következő részben meg izé. Dis, dis. Nem, enchant dis. Ja. Ez a party time beats hash. Beats hash. Volt a glowstone-ban, nekem az kérem el. Ja. Jó, köszönöm. Itt csak korlátok. Az András, szóltam, hogy nézd rám. Mit nézzek? A izét, cuccot. Fuck yeah. Ja. A gyerekek. Hollagnak. Gáz. Síró felhő. Síró felhő. Rohadtul megijedtem. Baszki. Nem baj, legalább van élet a környéken. Tudok szorulni, elkapom a száját. Na jó, most már nem tudom felhő. Jaj, 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 jaj. Ilyet bőgött, hallottad? Kinyitom. Szép. Dobod könnyed. Dobod könnyed, ez az. Az mire jó amúgy? Regeneráció fut. Na merre menjünk, gyerekek? Nem tudom, de tényleg menjünk. De figyelj, szerintem gyertek. Erre van egy eléggé. Na akkor úgy madár. Jössz, András. Várj el kicsit. Várj, itt van egy ilyen szint. Változtató út út. Várj meg itt a... Ilyen emelet. Jó, oké. Szerintem nem érdemes ott kotorászni. Merre mentetek? Hát sehova, mert a Viktor nem tudom, jó, erre nem nagyon van semmi. Jó vagyok. Zsolt vagyok. Hát gombák vannak. Hát Viktor megint egy... Ja, itt vagy, jó van. Egy kaktét kéne találni, nem? Gombák, azt szedjük is ki. Hát itt nem nagyon van. Ott glowstone-t látok. Ró, itt kell. A mini disznó. Ja, az az aranyos. Nem akarjuk átásni magunkat ezen? Merre? Hát lehet, hogy átként. Csak az, hogy nekem... Én nem egy olyan csekkányt osztam, aminek olyan nagy... Viktor? Jó, menj! Kugos vagy probability-e. Ja, itt, jó. Hát álljunk, szerintem kaparjuk. Azt vágjátok, itt kugos a lába? Tehát mi az? Erre álljunk? Igen, kaparjunk. Mehet. Na, és a felfedező? Felfedező Lorán? Ja. Ja, felfedező Andre. Jó. Gyerekek, aztán de a nyomatték még egy részt, enchant meg minden. Egyszer nagyon nagyot húztam ezzel, hogy átrágtam magam egy ilyen hosszabb szakaszon. Lehet, hogy nem lesz semmi értelme, de legalább vissza tudunk menni. Már kaporok egy kicsit én is. Igaz, hogy csak kővízé van, de azért ezzel is lehet menni. Jó, mennyi ízé. Zabbantok egyet. Kézik, ásunk itt életünk végéig. Ja. Jó lenne valami olyan cheat. Nem, csak most nem tudom, valami ilyesmi volt, hogy mi volt Áki az. De nem, Sali. A múltkor leírtad az a gameplaybe. Uff, feltört. Megyek Áki. Jó. De arra esetleg neked van még egy vascsákányom. Mondjuk van 20% gyűrögülti rajta köbben. Úgy van, nem tudom, van valami... Hal, mi a tök van erre? Van valami... Hát nem tudom, csak randomba. De ezért elkezdtünk ásni fölfele, vagy lefele. De pont azt akartam, hogy ilyenkor fölfele kell. Hát de várj most, hogyha már elkezdtünk, akkor ne hagyjuk abba. Jó, hát van, ez így kockázatos ilyenkor mindig, ez természetes. Jó, hallok lávát. Hát ez lehet alattunk felettünk is. Az mi ez a fényesség? Jó. Anyád, de kijött! Ez nagyon jó, itt egymás mellett szorongunk. Jász picit! Jó, megy el a kaparás. Ó, itt van Ák, itt a vége. Na, zsír. Anyád! Jász. Megérte? Á. Au. Semmit.
kastélyt azt ugyan nem látok, de... Azt így. De itt jó nagy területek vannak, úgyhogy... Ja. Végül is én azt mondom, hogy nem volt egy olyan rossz. Jó, ott nem volt semmi, tehát... Jó melós volt. Ott egy rakat glowstone, azt szedjük. Na, pont azt akarom mondani, hogy az nem ártana. Egyébként ezzel mindig micumizzuk meg, hogy soha nincsen kastély. Ja. Nekem egyébként single-ben nagyon ritkán van nekem is. Itt kéne felhúzni azt a tököm nézelődést, Áki. Tudod, hogy 16-osra. Hát a távot? Ja. Ja, de akkor lehet összefosna magát a gép. Ja, az lehet. Nem tudom, itt gameplay közben. Nálad izé... Hogy van? Várjál. Videógállít... Nálam 14-es, úgyhogy az elég. Ja. Hát az a baj, hogy megint egy kicsit zsákutcába ütköztünk, mert Glowstone-on kívül más nagyon nincs itt, ha jól látom. Az baj, hogy ma nem látok el, fa. Egészséges. Na akkor egy kicsit így sertepert élek, jó? Én sertepert elom. Hát akkor én is. Ilyen próba cseresznye alapon. Most itt is találtam glowstone-t, mindjárt kikaparom. Vagy ez nagyon sok ez a glowstone, ami itt van. Hát nem baj. Majd meg kereskedünk vele. Lol, hogy kigyulladtam, hogy ide jöttem. Ebből fényességet kezdett adni. Most van egy stack, és még a fel is szedtem. Ó, na én nem tartom el sokat, úgyhogy... Ó, üveghangon törít ki. És kész. Boah! Hát gyerekek, egyelőre nem nagyon. Most is a szaros klíma, elkezdem hűteni, rögtön izé már fázok. Kapcsolgathatom itt jobbra-balra. Mi hangja van a basznak, mint hogy nem tudom, a pofázna valami. Síró felhő. Ugye megtámadok egy disznót. Lol. Hát jaj, csak akkor a többi, az összes többi is meg fog támadni téged. Milyen nagy távolságok vannak itt. Ahogy az én erre tudok mondani, nagyon jó hasonlata, csak ez nem pont gameplaybe illik, hogy milyenek a, hogy mihez nagy a hasonlók a disznó emberek, de szerintem magatok is kitaláljátok. Ja, ezért gondolsz a húsos boltra, vagy mi? Ja, nem az, hanem hogy úgy, hogy mihez hasonlítanak, hogy a, hogy mondjam, mint emberfajta. Nem. Nem is figyeltem azért karakternek az éjségét. Az a helyzet, hogy hallom a felhőt, de nem láttam. Jól. Igen, de most nem látom. Szóval nem mond semmit? Egyébként nem tudom a kastélyokról, az a baj, itt még magasságilag is el vagyok veszve, tehát így nem nagyon érzékelem így. Hát nyom egy F3-at. Jó, hát... Rendben van. Mindig semmi basszus. Au, még égek is, jó van. Au. Amúgy, hogyha blézeket találtak, akkor ott lesz Nether Portal. Jaja. Nem. Nem, kastély lesz ott, nem Nether Portal. Hát az ugyanaz, a Fortress, az ugyanaz. Ja. Ja. Van egy ilyen film amúgy, hogy Fortress. Én azt tudom, azt akarom mondani, hogy Team Fortress. Azt hallodák, mi Misával néztük, amikor ott maradtam. A srácok 64, gyerekek egész 64 darab glowstone blokk. Hogy már késő volt, és akkor beállítottuk a tévét, hogy magától lekapcsoljon. Azt is megfagyok. Ugye is kell mennem a mához locsolni este. Mi húsvét van? A lelki húsvét van. Nagyon vicces volt itt a világ. Tudom. Uff! Nem jár a tipstaps. Hát nagy a testem. Itt nagyon ilyen alkalmas helyek vannak, ahol egyébként elvileg kialakulhatnak a stély, de... Hát amúgy nincsen amúgy ilyen valamilyen ötlet, hogy... Hogy hogyan találjunk? Hát szerintem az túl random. Hát szerintem töltsünk részeket azzal, hogy... keresünk, tehát most más nem tudok gondolni. Egyébként nagyon fontos a Nether, mert ez is ahhoz, hogy a sárkányt legyőz, nagyon-nagyon sokat segít.
nem mondom, hogy lehetetlen legyőzni nélkülem, mert egyáltalán nem az, mert meg Enchantoni, ugyanazt az te potik érte, ugye regeneráció poti, meg erő poti. Ja. Nagyon fontos. Baz. Vagy pillanatra már azt mondtam, hogy ott van fenn egy, még egy nether portál. De szar mekkora dal. Ehe. Egy kis glowstone mindenfele. Ó, Viktor, mindjárt átmegyek kreatív, aztán átmegyek mindenen már. Hát jó. Nyugodtan egyébként, figyelj, tőlem kereshetsz kreatívba, mert, ez, mert az, az, hogy, az, hogy kreatívba csak simán keresgész, az nem titulálnám neked semmi csalásnak. Annyira letaglózik basszus, vagy letaglózott, hogy nem találok semmit, hogy... Az volt a baj, nagyon lán voltam, és... De ne felejtjétek, hogy múltkor azért is szerencsénk volt, hát múltkor még nagyon régen, amikor találtunk kastélyt, hogy ott volt a kapu közelébe, viszonylag ja. közel. Ami mikor ez a der? Hát van nagy. Ó, visszataláltam hozzátok, ember. Viktor, megvan a platform, amit építettél. Aha. Akkor tudom, hogy hol vagy, mert én meg onnan kicsit lejjebb jöttem, mert láttam még glowstone. Én ott már vagy. Ó, síró. Itt vagyok, várja. Rep, már elmentem. Ha itt vagy, ó, itt van síró fel, most túl ezek. Ki építette ezt a izét, átjárót itt? Húje, hallod, visszalöktem az izének a gasznak a saját baját, kinyírtam vele. Szerintem az enyémet látottad el. Aha. Csak az, hogy most megütöttem egy zombit véletlenül, és most hatan a nyomomban vannak. Jó. Júj. És nincsen most fegyelem, nem csak egy sárkány. Az őrség beindult. Amúgy kb. Milyen magason lehet találni az izét, Tor? Kastélyt. Szerintem így az így magasan. Hú, gyerekek, én mentem haza. Hol? Hát de ma otthon vagy. Annyi. Ó, ember már nyugta legyek. Nether Fortress, Nether Fortress. Ne idegesíts. Nem idegesítelek. Baszki. Ó, baszki, csak nehéz eljutni oda, mert túloldalon van. Amúgy rohadtul közel vagyunk hozzá, csak halad, úgy haladtunk el mellette, hogy konkrétan, mert mondta az Áki, hogy ássunk, akkor konkrétan végig mellette mentünk. Szerintem TP rá. Jó, mindjárt. Valamit rohadtul megéreztem, Viktor. Akku! Ja, nem, hallod, nem is Fortress bazeg, vagy nem biztos, lehet, hogy az, de... Mert hallod, eddig van egy út. Ó, kidobtam véletlenül az út. Hát, ez ilyen fél Fortress. Basszus, kidobtam véletlenül a csákányomat. Ja, itt van, jó. Ó, de ebből vannak blézek. Gyerekek. Tehát srácok, légy szíves tévé, mert nem tudok semmit se kezdeni magammal. Van egy félig, van egy 5%-os sárkány. Itt vagyok. Na, nem látok, na gyere! Itt erre. Ló, Viktor, ló. Azt a Fortress mindenit neki. Csak vissza kéne találni majd a bejárathoz. Nem is dobott húdat a szemüfláda. Itt a spawnerje. Ja, fasza. Akkor neszed ki a spawnert még. Ahogy is, hagyj meg örökre a spawnert, te hogy szeretnéd. Jó, dobott rudat. Ez a fasza, már tudunk főzni. Ez szép volt, itt nem tudja mellette. Ki ne üsd a spawnert itt. Jó, az így neki. A gyere is, akkor elvileg itt szoktad lenni a láták, és én van benne egy gyémánt low armor. Na, akkor hadd nézzük bele, hadd nézzük, lássák, hogy mit találunk. Ezt itt lezárom neki. Végre. Na nézd át, akkor erre is látod? Hol vagyok? Végig erre jöttünk. Itt most végig jöttem. Itt a Blaze. Valahogy küldi a Blaze. Van nem hogy csak egy Nether kastély van a izéba? Nem, rengeteg sok. Még egy spawner. Tehát a izé. Hol vagy itt? Itt vagyok, akkor tovább jöttem, csak találtam egy másik Blaze spawner. Kire emelt a TP? És kézzel ütem a Blaze. Rám, András. Máki is segíts kinyírni? Ja, az András felézik, telézik. Jól. Au. Jól, de jó. Jó, nem adott izét. Ugye, nekem van a 6x64 izém. Ilyen nether szarom. A kur... a lag, hallod? Az András. Csinne, hogy találunk el a kapuig, Viktor? Azt mondd majd meg. Hát sehogyan, megtalunk. Hát, és akkor hogy jön vissza? Hát úgy, hogy meghalunk, akkor az izé,
ott dob a spawn, és ott van mellette a portál, spawn mellett. De nem, azt mondom, hogy a portálig el kéne találni innen. Jó, én azt már tudom, hogy erre van. Ja. Akkor amúgy nézd csak át, én itt vagyok, gyere. Mögötted. Na jó. Na itt erre, és akkor most itt... Most elkotortam. Erre van valami ára, csak ott van glowstar, azt meg ki kéne szedni. Kéne nagyon alvilági vivircsók már. Na azt tényleg kéne, de látat nem találtál? Én azt keresek meg glowstone-t is, így egybe. Így nagyba. Au, oh, wow. Jutta nagyon. Gyertek, fossák. Szép, adott még egy rudat. Kettő van. Ó, itt van még egy blaze spawner, gyerekek. A kastélyosat találtad meg? Azt vágjuk. Ja, ami ebben van a kastélyben, arra gondol? Aha. Jó. Akkor meg is jelölöm. Hát ott van mögötte nem sokkal, hogy én zártam le ilyen... Úristen, mennyi blaze, három itt forog. No. Hú, az vagy én meg nem osztam fegyver. Nem is három, négy. Barátocska. Hát barátocska. Nem, dobott még egy rudat. Áú, eltalált a tűz. Pusztulj már megfele. Pusztulj, mocsók. Ja, András, azt érülted meg. De nem áll, hogy nincsen láda. Oh, kurva anyád, volt egy csonti, de megijedtem! Tényleg olyan fekete csonti? Ó, ráda, fuck yeah! Nem áll. Na. Lul, aranylópáncél és négy aranyrúd. Jó, hát ez elég jó, szegényes. Jól lőnek a blézek! Azok végig. Szegényes, hallod? Fajtes anyád. Királyok a kastélyok nagyon. Van nekem meg 6x64 glowstone plusz 18. Ó. Lul, itt vagy Áki, nézd, itt volt a láda. Gyere vissza! Mindjárt, csak itt küzdök az elemekkel. Jó, csonti! Ilyen, nem ilyen fekete csontik szoktak itt lenni? Hát elvileg, de ilyen óriásiak. Ja, igen, azok a feeder skeleton, azokat kell kinyírni, hogy dobják a koponyát. Talán, aki talált is egy részbe. Ja. Még nem tudom valami. Ó, ott van még egy láda, Áki, gyere! Várjál már! Itt is találtam egyet. Igen? Lol, aranykard, három alvilági bibircsók! Yeah! Áki, akkor megvan oldva. Kettő gyémi, egy vastópáncé és egy aranymelvér. Te basszus. Ó. Bibircsóknak nagyon örülök. Ha nem mondom a látákat, akkor nem is. Lol, itt olyan rakott bibircsókot találtam, hallod? Na, Áki, akkor szedjünk, mert én most nem tudok szedni, mert nincsen nálam olyan cucc, amivel ki tudnék törni blokkokat. Akkor ilyenkor már a vége van amúgy? Általában, de nem, nincs mindig vége, de most várjál, én mindjárt megdöglök, mert nincs nálam semmi kaja. Kettő nyers marhús, de várjál, most azt kéne csinálni, hogy ízét kéne szerezni. Az a lélekfonk, mert abból lehet csak termeszteni. Jó, ja, nekem én szedtem, hallod? Viktor, egy egész tenyészetet találtam itt. Van 8 lélekfonk. Jó, az a... tehát egy olyan szobát, amit azt termesztik? Ja. Akkor szed ki alatta. Megvan. Ó, valószínűleg szerintem itt valaki erre járt. Új videszkeleton, de csak kézzel tudom kinyírni. A lépcső mellett. Júj! Hát kézzel fájtok, vagy egy hússal fájtok egy videszkeleton. Lol. Zsír. Ki kéne lámpással, vagy mi a túró, az fákjával azt az egészet. És dobott fejet! Hallod? 1% esély van rá, és dobott fejet. Még egy láda. Az az én mázd is részem. Hallod, még egy láda. Igen. Aranykard, vasrút, két aranyrút, vaslópáncél, aranymelvért. Jó. És természetesen vissza. Új, segítsetek! Hát az azt tudom, merre vagy van. Hát TP. Hol ez meg szenet dobott? És üssen meg anyás húst, vagy mit szeretne? Ó, síró felhőt. Ja, megdöglök, áááá! Takarjunk haza, mert megdöglött. Lol, még egy ládát találtam. Jó, meghaltam. El volt rejtve, el volt fedve. Ajúj! És még egy ládát. Lol, aranyrópáncél, két obszidián, és egy nyereg. És tele az invim. Ú, gyerekek, hallod, ez egy nagyon király rész. Hát ez a vide, sötét csontváz koponya, ez nagyon kellett. Ja. Itt van megint a hűtő.
Na, még egy ládát találtam. LOL, 3 gémi, újabb aranymelvért, 1 aranyrúd, még egy aranymelvért. Hú, gyerekek. Ez így nagyon OP. Srácok, nektek van izétok egyébként? Izoklőporotok szedtetek? Én igen. Ja. Jó, csak azért, mert akkor becraftolom az összes izét... nyelvét, izoklővét. Valam egy sírófelhőt. Aranykardot is elhozom emlékbe. Emlékbe? Nem tudom, mit csinálják, mondjuk vaslópáncél, vagy aranymelvért, vagy mi legyen. Tele az invin betegségben szenvedek. Ó, de szar. Síró felhőt hallok. Itt valahol, a környéken. Hogy tele van az invi. Nem, csak nekem. Akkor ilyen nagyvilági tökömséget kiszedek. Hát itt nincs semmi, pedig hallom azért. Hát ez mondom, hogy mázlis rész, nem tudom egyébként mennyi esély van arra, hogy flintet dobjon a shoulder, de megint lerakok 3 darabot, hogy oszlopot rakjuk magam alá, és mind a 3 adott izét. Egy pokakövet. Mondom, az ilyen full mázli, meg az, hogy találok egy csontvázat, és az ad. Itt ég valami tűz, hallom. Ja. Lol, valakit lődöznek. Az nem én vagyok. Itt valami nagyon történik, hallod. Lol, itt van fölöttem. Vagy mi van itt? A blézsek dolgoznak? Megyek haza. Itt valakik nagyon dolgoznak. Falon át küldenek, hallod. Mi van itt? Mi történik jó estét? Halló? És eltört a csákányom, ne szívassatok már. Rohadt élet. Jó, hadd mehetem már a TP, Viktor. Jaj. Nem, dimenziók között nem lehet telekotteni, bele kell, hogy ugorjál állhat. Hát akkor craft asztalt készítünk. Szépen nyugodtan. Hát nincs vasam, úgyhogy ebből vagy kőcsát nem veszek. Itt a blézek dolgoznak fölöttem. Júj, óriás skeleton! Na, az András azt kell kinyírni. Autóbi ilyen szar. De nem adott semmit. A sorvadás, de jó volt. Csak csont. Ló, itt vannak a blé... Ja, hogy itt a blé spawner, akkor azért dühöntek ezek ennyire. Ah, de jó volt. Mindegy, ment a kép, ezt tetszett. Aja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 j
úristen, mennyi van itt, Jézus Mária! Azt a mindenit neki mennyi van. Nem tudok meg. Az olyan, mint a Doom. Jól itt az aljági bibircsokák, amit kifosztottál. Na András, egyébként azt emlékszel a rassuk üvegre, amit csináltál, az hol van? Hú, már nem tudom. Már kb. Másfél óra. De itt van a lábádban, bosszerthetek? Ja, az rengeteg víz van. Merizé. Mi a kicsit a farcsmóra? Na ládázzék tőle egy kicsit, mert most vészhelyzet van. A bánatos. Au, eltaláltad egy. Valaki ez minigán volt már. Hú, ez minden volt most. Ló, hogy kettő is van. Figyelj. Jó, ez az a spawner, amit találtál. Ott is vannak. Anyám. Hogy begyulladt a kis rohadék. Begyulladtál. Ó, oh, mekkora repült. Jaj, nem, megütöttem a disznót. Jó, Tider! Itt egy óriás. Adok szemet. Meg fog halni. Asszus. Ezek a skeletonok még itt is kísértenek, hallod? Anyád, jön! Jó, izé, mi ez? Két skeleton is. Vider, menj onnét! Hol? Arany fog. Ott is van. Hol adott ilyen? Ja, az aranyrög, jó van. Vider cucc. 3 HP-n van! Csontot adott csak. Hát ez itt lehetett a spawnere. Az édes. Valami történik egyébként.
hogy ebben elvált, az nem lehet elváltani. Valami ott történt. Az egyszer csak a semmiből jött. Ad itt lesz valami spawner, vagy nem tudom, videl spawner, vagy valami itt lesz, mert hallom. Videl spawner. Hallom, hogy nincs nyugalom, nincs kussolás, megy egyfolytában műsorvezető. Erre jártál már? Nem. Ó, lol. Új, anyád. Sokan vannak, möhögök. Nagyon sokan vannak. Az baj, hogy ugye én megütöttem a kardom. Tökömöcsét és... Áááá, jön a disznó! El voltam bújva és így is eltalál. Te retek, te szutyog. Na, akkor nézzünk egy kicsit körül. Lehet, hát még följel menni. Megütöttem egy olyan disznó tökömet. Aha. Jó, itt nincs semmi. Jó. Jó, ez a buli, többet nem jövök. Vagy jó ez a diszkó. Még egy izé spawner. Még egy spawner. Jó, hát akkor megyünk tovább, mert ez így annyira nem érdekes. Akkurt a farkom alatt, átjött a falon. Mellette szétlőtte a levegőt. Igen. Úristen, itt még milyen hosszú izé folyosók vannak. Itt vannak Áki, figyelj. Balra. Itt vagy jobbra. Elég fura fej van amúgy. Az zsákutca, ugye? Ja. Uh-huh. Nem tudom, honnan jöttünk. Ja, én sem. Menjünk erre. Ez is zsák utca. Hát akkor ennyi volt. Elfedeztük szerintem az egészet. Lol. Milyen fura hang volt. Te vasszogatod a disznókat? Nem. De engem el akarnak kapni. Mert itt haltam. Tehát mint hogyha nem tudom mit csináltak volna Viktorral, mi van, eltűnt? Ez nem én izé, azt csinálom, hogy csináltam 60 darab vizes palackot. És föltöltöttem izé vele már egy ládát, meg mindjárt még egyet. És akkor azzal, hogy ne kell mindig vizes palack rohangálni. Kinyíratom magam. Jól. És akkor belerakom ide olyan kísértett könyv, amivel lehet főzni, tudod. Glowstone-nal is lehet főzni, az duplázza meg a hatását. Na, jó, akkor én is megyek vissza. Ja, pa. Ez a ki a fa? Merre ásol, gyerek? Hát, erre eljöttem, de... Ha bele akarok ugrani a lámába. Lol. Ez itt még divaj erősen izé. Lehet, hogy erre kéne kifele menni. Bivaj erősen még a kastély rész volt. De itt is hallok még élő lényeket amúgy. Csezd meg! Már másfél órás van a gameplay amúgy. Jöne. Sem. Nem tudom kinyíratni magam eddig. Jó, hogy azon... van lába Áki, hogyha eljössz felé. Jó. Halló, hogy csebződsz. Lol. Hadd vissza fogunk találni a izéhoz, kastélyhoz, Viktor. Ja. Mi a kókezdő? András, egy pár szintem. Igen. Ezt így, úristen vadat, az András lesz volt. Jön és így, és sínen van egy ember. Vagyis hát még nem sín, még csak úta. Van egy ember, meg egy creepy. Hát ez kemény volt, na. Márki, az Arvileg vizet. Igen, jön a cigány. Meg a izét, azt a kérlek ad nekem. Meg a... Vivir csókot? Ja, meg megcsinálom a farmot, meg akkor ebben egy darab. Ó, je. Az a izét is lélek homok? Ó. Csak 21. Ha nem baj, úgyis a izéből rakok bele, most ide ebből lefőzés. Ó, 3 gyíve, mekkora királyság. Azt hiszem, ezek az alvilágos... Ó, hát én nézem meg a farmot, milyen királyon néz ki. Mindjárt csak a postul, mindjárt csak elégetem az alvilági köveket. Hú, de fúj, olyan néz ki. Na, hadd lássam. Ott van a másik oldalt, nézd meg. Lol, de szép. Jó, izé, nagyon elment az idő, úgyhogy be kéne fejezni ezt a részt, jó? Jó. Ó, hogy lett nálam megint 64? Kül. Nem vettem észre. Na hát akkor gyerekek, akkor... Ja. Volt nether, volt minden, luck, szerencse, minden.
Akkor egyelőre ennyi. Tűzolt lák szerint. Szóval, szavaztok. Szóval akkor azért nézzétek még bele a ládák, a gyerekek. Mi van állt? Milyen ládák? Hát el akartam köszönni, de... Ó, ló, úristen, vizes volt. Ló, ez igen, Viktor. Akkor még annyit kérek, mielőtt befejezzük a részt, az kb. Egy percig tart, hogy valaki dobjon nekem egy blaze rudat. Parancsol. Alkotsz valamit? Aha. Hallod, már meg tudjuk főzni azt a gömbhalat. Jaja. De akkor főzd a másikból a gömbhalat, most a, az egyik, most az egyik nem tudom, mert is nálam. Jajajajajajaj. Kiraktam a másik ládába, mindjárt elmegyek érte, úgyis már van vasút. Ide hozzá a gömbhalat, Viktor, lefőzöd? Jajajaj. Az volt egy ender garázdát a másik szigeten, és nem biztos, hogy a szagot vele futni. De hát úgy lehet, hogy már bejárat be is a kodája. Úristen, mobsziget lett, hallod. Már jövök is vissza. Gyerünk! Hát ez gyors menet volt. Beállt a bejáratba ez a fényre. No. Na. És neked nincs meg a gömbhalad? De, meg. Hát akkor... Na, most azért küzdök, hogy átérjek a szigetre, mert itt a nap leugrott a csont. Ahol kiszáll a kismájuk, sőt kisebb száll a kismájuknak. Ó, bányából is ömlenek ki a zombik, mi a szar? Mobok támadása. Fölmeg pók, te kis szar, Jankó, te. Ja, ezért már tudunk majd méregpotit csinálni, mert ugye a pók... Miért erőketteset csinálsz itt? Tessé? Miért erőketteset? Hát azért, mert plusz 260% sebzést ad. Jött a gömbhal, Viktor. Lefőzöd nekem? Lóó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 ó
Jó, itt sebződik a vízbe az ökörön, de... Jó, hát akkor főzöm neked le egyet, Ákia. De mindjárt hozom. De addig izé. Ó, hogy kiépült már ez a középső-sziget. Úgy nem tudom, hogy tehát az van, hogy egy ügyetlen bajtat, ha közel egy hallul, és akkor ennyi? Tessék? Tehát egy sima ilyen ügyetlen bajtat lefőzöd ezzel a halal, és akkor ilyen? Hát nem tudom, hogy vele lefőzni, de itt van oda. Hát, nézd meg, nézd bele a ládába, várj ebbe a ládába. Robbanó erő itala. Középre oda vág, a baloldaliba vág be az ő halat, azt onnantól már jó. Most poti van, ja, ennyi. Hát készül is, látod? Jó, de jó. És akkor egy ilyen hallal hármat le lehet főzni? Ja. Ez nagyon állat. Mindennel hármat lehet főzni, köszönöm azért az elég király. Ez gazdaságos, ja. Mondjuk ez azért... Milyen címet adjak ennek a résznek? Hát ilyen... Nehéz kezdés után lak. Ja, de ennyi vízlélegzés. És várjál, három perc! Várjál, aki nem három perc, várjál, mi nevet ki. De várj, kivettem. Ragisz őket. Lefőzzük Restonnal, és majd nézd meg, hogy az milyen sokáig fog tartani. A Restonnal meg lehet tuningolni a hatását minden. A Glowstone-nal meg kétszerezed a hatását, de akkor az ideje megfelelő. Jó. Hát akkor nyilván az idő a lényeg. Na figyelj. 8 perc, lol. És persze, ez a hárommal kiteszek egy gameplayt, nem? Nem. Ez az, hogy ez nem ez a sima orig ebbe a Minecraft-ba, tehát a vanillába, ez a max, de izéba lehet 42 perceset főzni. Úristen, ilyen módon. A 3-8 perc ez már nagyon jó jel. Lol, kísértett könyv. Jó, hát akkor gyerekek, akkor nem tudom, mi lesz a címe, de valami nagyon kitalálom még. Na, köszönjük, hogy itt voltatok, cső. Vere,